A 2022-2023-as tanévkezdés részletéről kérdeztük Papnigubo Évát, az intézmény igazgatóját. Hamarosan megkezdődik a 2022-23-as tanév itt a Kistelki Általános Iskolában. Erről kérdezzük az igazgatót, Papnigubo Évát. Köszöntöm Önt, mit tudhatunk erről a tanévkezdésről, mikre is kell figyelni, és milyen határidőknek kell? Így van, az utóbbi napokban felgyorsultak az események, most már itt az általános iskolában a takarítónénik, a technikai dolgozók mindent megtesznek azért, hogy itt az építkezés ellenére megfelelő rendben és tisztaságban tudjuk fogadni a tanulókat, és hát vészesen közeleg augusztus 31-e, amikor is 17 órakor lesz a tanévnyitó ünnepségünk. Nagyon bízom abban, hogy egy olyan tanév köszönt most ránk, amely különböző felfordulásoktól mentes lesz, és nagyon bizakodó vagyok, hogy minden rendben lesz a következő tanévben. Ez azt jelenti, hogy jelenléti oktatásra készülünk a tanév teljes időtartama alatt. Megújult iskolai környezet fogja fogadni a tanulóinkat, és az építkezés ugyan még nem fejeződött be, de a következő tanév, tehát szeptembertől már nem fog bennünket annyira zavarni, mint az elmúlt tanév során, mert már csak a tetőtérben lévő belső munkálatok maradnak a következő néhány hónapra, de reményeink szerint az idei évben ennek is pont kerül a végére, és tényleg egy megújult, korszerűsödő általános iskolai épület fogja fogadni a tanulóinkat. Jelenleg a tankönyvek szótírozása folyik, rendben megérkeztek az iskolába a tankönyveink, és ezen a héten, szerda, csütörtök és péntek délután a megszokott rendben 15 és 19 óra között át lehet venni. Minden tanulónknak ingyenes a tankönyv, annyit azonban tudni kell, hogy ezek a könyvek könyvtári könyvek, tehát a tanév végén tartós tankönyvként vissza kell őket hozni majd az iskolába. Ugye, amik itt az iskolában kerültek felújításra, azokról mit tudhatunk, mik voltak ezek? Hát gyakorlatilag a Bercsényi utcai épületszárny az alsós épület részben az összes nyílászáró kicserélésre került, a villanyhálózat korszerűsítésre került, a vezetékeléstől kezdve az almatúrákon keresztül, illetve az összes tanterem ki lett festve. A vizes blokkok felújításra kerültek, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy komfortos környezetben már tanulhattunk az elmúlt tanév második fél évében, hiszen a Bercsényi utcai épületszárny akkorára elkészült. Ugyanez valósult meg a Petőfi utcai szárnyban, tehát a fősős épületrészünkben is, amely során itt is energetikai korszerűsítés, a villamoshálózat teljes rekonstrukciója, a villany búrák, almatúrák cseréje történt meg, illetve egy olyan épületrész, tehát egy harmadik emeleti épületrész ugye kerültetőtér kerül kialakítása, ahol még 4 normál méretű tanterem és 3 kisebb csoportok foglalkoztatására alkalmas foglalkoztató terem kerül kialakításra. Ezek közül az egyik egy informatika terem lesz például. Folyamatban vannak az eszközbeszerzések, mert hogy ebben a pályázatban egy 74 millió forint értékű informatikai eszköz, illetve bútor beszerzésére is sor kerül. Ezeknek a közbeszerzési eljárása elkezdődött. Azt gondolom, hogy az év végére, a naptári év vége felé ezek az eszközök is megérkeznek majd az iskolán. A szülők hol is hozhatják a gyermekeiket? Melyik az a rész, ahol az iskolába bejöhetnek? Mivel az iskolánk egy része még mindig ugye építési terület, ezért a tavalyi tanévben megszokott módon lehet megközelíteni az iskolát, gyakorlatilag a Bercsényi utca felől, ugye a Székely kapun és a plébániával szemben lévő kapun keresztül az alsó tagozatosok jöhetnek az alsós udvar részre, illetve a Bercsényi utca másik oldaláról pedig a főső tagozatosaink jöhetnek be az iskolába, és ezek azok a bejáratok, amelyeken keresztül akármilyen ügyintézési ügy céljából az épületet, meg az iskolát, a gazdasági irodákat meg lehet közelíteni. Felhelyezték a templomtorony sisakját az újonnan épülő református templomra. A rendezvényen stábunk is részt vett.
A végéhez közeledik a kistelki református templom építése. Az átadás előtti utolsó igazán látványos mozzanat a templom torony sisakjának felhelyezése volt. A kupola felkerülése után Valkony Károly tervező, Nagy Sándor polgármester, Szabó János Bence református lelkész és Kárpáti Zsolt a kivitelezés vezetőjének köszöntését hallgathatták meg a résztvevők. Kedves kollégák, kedves testvérek, köszönjük szépen, hogy eljöttek erre a jeles napra, amikor is a kistelki református templom torony sisakját helyezzük fel, és ezzel elérjük az épület legmagasabb pontját. Az építetőknek mindig ez egy neveletes nap, a zöld ág napja, amikor a munkájuk gyümölcsének az első és legjelentősebb eredményét látják, és ez mindig egy ünnepi nap mindannyiunk számára. Én szeretném, hogyha emlékeznék erre a napra, ahogy annak idején az alapkületétele is, és ahogy nagyon bízom benne, a templom avatóra is sokan eljönnek és emlékeznek. Megkérem polgármester urat, hogy a település vezetőjeként, házigazdaként pár gondolattal vezesse be a mai eseményt. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és azzal folytatnám, amit tervező úr mondott, hogy valóban ünnepként éljük meg ezt a napot. Az is ünnep volt, mikor a megálmodás, a döntés megszületett, az alapkőletétel, de mégis most már azt gondolom mindannyian, akik a vizuálisan próbálják eddig mindig elképzelni a tervek alapján, valós szemünkkel látjuk most már a teljes kapatúrát. És azt gondolom, a mellettem lévő tervező úrnak dicséret jár, és mind pedig akár településvezetőként, akár itt élőként, akár a közösség tagjainként, azt gondolom mindannyiunkban van egy büszkeség. Büszkeség, elégedettség, öröm. És olyan jó érzés, akár bármelyikünk, akik halandóként itt vagyunk, hogy megélhetünk egy templomot. Megélhetjük annak minden tégla kövét, és azt gondolom, hogy ennek a tovább folytatása, majdnem azt mondtam, hogy használata, a megélése ennek a helynek, az ezekkel a pillanatokkal mértékadóan gazdagodik. Szerencsések vagyunk, hiszen van már egy gondviselő helyi atyánk is, aki egyébként végig itt volt köztünk, és én arra szeretném őt megkérni, hogy áldását adja már ennek a fázisnak, a majdnem elkészült templomunknak, annak a zöld ágnak, amit tervező úr mondott itt, Valkony Károly, és tényleg megélhettük azt, hogy itt áll, és most már mindannyiunk gyönyörűsége lett. Úgyhogy tisztelettel felkérlek, kedves atya, áldásodra. Köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és gondolkoztam ezen, hogy mi ez az ige, ami ehhez az alkalomhoz illhet, és eszembe jutott a Márk evangéliumából egy vers, ahol ezt mondja Jézus, hogy avagy azért hozzák elő a gyertyát, hogy a vék alá tegyék, vagy az ágy alá. És nem az érte, hogy a gyertya tartóba tegyék. Elgondoltam, hogy amikor majd fölkerül ez a torony, akkor vajon ez a torony is nem azért épült-e, hogy oda kerüljön, illetve a sisak azért, hogy a torony tetejére kerüljön, nem azért, hogy bárhova máshova eldugjuk az ágy alá, vagy itt maradjon lent a téren, ahol egy ideig szemlélhetjük. Elég egyértelmű, amikor Jézus felteszi ezt a kérdést a hallgatóságának a gyertyáról, vagy a kis lámpásról, hogy hát azért hozzák elő a gyertyát, hogy az őt megillető helyre kerüljön. Nekem eszembe jutott, hogy a torony is azért épült, hogy az őt megillető helyre kerüljön. És még egy gondolat ennek kapcsán, hogy Jézus, amikor a lámpásról beszél, akkor nyilvánvalóan nem a kisteleki templom tornyát célozta meg elsősorban, nem az adta a hasonlatnak az alapját, hanem arra utalt ő, hogy ő maga a lámpás. Ő maga a lámpás, több helyen is mondta ezt, beszélt erről, hogy ő a világ világossága, és hogy az ő fénye az nem rejthető el, hogyha azt a vék alá dugnák, hogy a lámpát akkor elaludna, ha az ágy alá akkor nem világítana. Jézus Krisztust is az őt megillető helyre kell, hogy helyezzék, és hát az atya oda is helyezte őt a maga jobbjára, ezt írja az ige, hogy a mennybe, miután meghalt a kereszten, a bűneinkért is feltámadt, azután fölment a mennybe, és az atya jobbjára ül, ahol minden az ő lábai alá vettetett.
De nem csak az az ő megillető hely, hanem Jézus Krisztusnak van őt megillető helye a mi életünkben, a mi szívünkben, és erre hív ma is mindenkit, hogy mi helyezzük őt az őt megillető helyre, őt dicsőítsük, őneki adjunk hálát az ő áldozatáért, őt szolgáljuk, és hát reménység szerint most már tényleg a szemeinkkel is láthatjuk, hogy az őt megillető hely lehet reménységünk szerint ez a templom is, úgyhogy ez valóban nagy öröm, gondolom az egész városnak, a gyülekezetnek, különösen is a meghallgatott imádságainkat látjuk itt szemeink előtt, úgyhogy egy rövid imádságban adjuk hálát Istennek ezért az eseményért. A köszöntő szavak után lehetőség nyílt arra, hogy a templom épületét belülről is megcsodálhassák a jelenlévők. Valkony Károly tervező ismertette a már elkészült és a még hátra lévő tervek részleteit. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat keretein belül Pitti Katalin érkezett Kistelekre. Őt kérdeztük az operettestjéről. Rendezvénysorozat keretein belül Pitti Katalin, Liz Díjas, érdemes és kiváló művész érkezett ide Kistelekre. Köszöntöm Önt, mit tudhatunk erről az operett estről, kikkel is érkezett ide, és mióta is dolgoznak együtt? Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Nem tudom, hogy ugye, ha akik nézik, hallják, itt lesznek-e, de remélem, hogy örömmel tudnak eltávozni azok, akik itt vannak, és jó hírt fognak vinni. Ez a műsor tulajdonképpen már elég sokszor megállt a lábán, úgyhogy most is csak arra fogunk törekedni, hogy most is legalább olyan kedéllyel és örömmel tudjuk átadni, és olyan valós érzésekkel tudjuk átadni. Berkes János, aki csodálatos kollégám az Operaházból, aki szintén Liz Díjas, érdemes művész, ő is örökös tagja a Magyar Állami Operaháznak, én is örökös tagja lettem az Operaháznak, ami azért nagyon rangos dolog, mert a kollégák adják azt a díjat, és őtőlük megkapni egy ilyen megtiszteltetést, azt hiszem ez a díjak díja. És Hegedűs Valér van a zongoránál, aki egy egész zenekart tud oda varázsolni, és akivel szintén nagyon sok-sok éve dolgozom, én is, a János is, és mindig örülünk, ha együtt vagyunk vele, mert ott olyan élő zene jön létre, igazán ott születik a zene, és fél szavakból, fél levegőkből érti, hogy mi mit akarunk, és ugye kétszer az ember nem csinál sohasem ugyanúgy valamit, persze, hogy az ugyanaz a darab, de mindig egy kicsit más, meg a közönséggel együtt az az atmoszféra magától alakítja a dolgokat, és valójában augusztus 20-a előtt, hát a magyar operett az világhírű, az egy etalon, ugye, és azt is rangos énekesekkel meghallgatni, mindig egészen más, mint most, bocsánat, nem akarok senkit sem bántani, mert mindenki örömmel énekli, nyilvánvaló, de a magasabb műfajból, az operából lefele jönni mindig könnyebb, mint egy alacsonyabb műfajból felfele menni. Nyilvánvaló nagyobb tudást igényel, mi is tanultunk eleget, és elég sok mindent letettünk már az asztalra, az egész ország örömére, hogy ezek számunkra, hogy mondjam, kiruccanás is az operett,
öröm, de ugyanakkor nagyon komoly énekelnivalók is vannak benne, de közben játékosság, kedvesség, pajkosság, meg nagyon komoly mély érzések is ott vannak benne. Én mindig nagyon szerettem kirándulni ebbe a műfajba, mert tanultam is belőle, és amennyit mertem csinálni az operettben, ízléssel, az én érzéseimmel, így tudtam, így mertem többet tenni az operai szerepeimbe is. Tehát meg kell mutatkozni az ember lelkének a darab zenéjén belül, amit a szerző megír, de azt a te érzéseiddel kell megtölteni, mert különben csak hangok eléneklése. Ön, mint érdemes és kiváló művész, hogyan említette is az érzelmeit, próbálja beletenni minden darabba. Nagyon régóta színpadon van. Izgul még? Egyébként? Mennyire? Ó, hát minden fellépésre, 70 éves vagyok, hát az embernek már csak veszíteni valója van. Itt mindannyian 70-en fölül vagyunk, a fiúk még idősebbek nálam. Tehát, de tulajdonképpen miről beszél ez? Hát akkor valahogy nagyon megtanultuk mi ezt a szakmát, a technikai felkészültségünk változatlan megvan, az állóképességünk is megvan, tehát akkor addig, míg mi ezeket a dolgokat örömmel énekeljük, addig nagy baj nincs, addig tudunk a zeneszerzők által megírt művet önmagunkon átnyújtva adni. Ez a lényeg. Adni, adni, adni. Ebben a keservesen nehéz világban, amiben ma élünk, ezt mindenki érzi, és nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Örüljünk annak, ha vannak örömteli pillanataink. Mindig úgy őrizzük meg azokat a pillanatokat, mert azok mindig táplálékul szolgálhatnak később, amikor nem lesz esetleg annyi öröm. Darts tábor tartott a Revansdás Sportegyesület. A szervezőt és a résztvevő gyerekeket kérdeztük. Darcából tartottak ezen a héten itt Kisteleken, erről kérdezzük a Revansdál Sportegyesület alelnökét, Schreiber Bélát. Köszöntelek! Mit tudhatunk erről a táborról, hogyan is sikerült, és mit is csináltatok a gyerekekkel ezen a héten? Először is én is üdvözöllek titeket, illetve a tévénézőket. Ugye idén második alkalommal került megrendezésre a Dobjuk Együtt Darts tábor. A tavalyi évhez hasonlóan ismételten szép számmal vettek részt a gyerekek a táborunkon. Tavaly 10 gyerkőc jött el, idén ez a szám 11. Egyel több fő, de viszont hatalmas öröm számunkra, hogy a tavalyi évből 8-an is eljöttek, úgyhogy ebből is látszik, hogy érdeklődőek nagyon a gyerekek. Az első naptól kezdődően látszódott a gyerekeken, hogy motiváltak, és sokat fejlődtek egy év alatt, mert tudni illik, hogy a tavalyi tábor után sok szülőnek tetszett az a dolog, amit csinálunk, és az, hogy a gyerekek is látták, hogy motiváltak, és beruháztak dartsnyílba, darts táblába, és otthon is gyakorolnak a gyerekek. Ugye a táborunk hétfőtől péntekig tartott. Legfőképpen a klubtermünkben, az Onyx pubban voltunk, de itt a vásártéren is töltöttünk el időt, főként a reggeli órákat. A programjaink között szerepelt a Kisteleki úszoda látogatás. Emellett egy nagyon jó kis sportolási lehetőség volt, hogy biciklire szálltunk és át kerékpároztunk Balázsjára, ahol nagyon jó ízűt fagyizhattak a gyerekek. Itt az záró napon, a tavalyi évhez hasonlóan egy kis bográcsozással zártuk a táborunkat. Emellett készültünk egy vetélkedővel, amiben játékos formában próbáltunk visszacsatolást kapni, hogy mennyire jegyeztek meg dolgokat a gyerekek, a dárccal kapcsolatosan is, meg a dárc táborral kapcsolatosan is. A vetélkedő során három csoportban rendeztük a gyerekeket, és így versengettek. Hát körülbelül egy óra hosszáig tartott ez a vetélkedő. Számomra nagy öröm volt, hogy itt is, mint az egész héten, kitartóak voltak, motiváltak voltak a gyerekek. Nagyon örülök neki, hogy ezzel a csapattal együtt dolgozhattam, dolgozhattunk a szervezőtársaimmal, mert nagyon befogadóak voltak a gyerekek. Nem tudok rájuk panaszt mondani, mert tényleg nagyon-nagyon jó volt, és én nagyon remélem, hogy jövőre is tudjuk tovább folytatni ezt a remek kezdeményezést. Természetesen ez a táborunk nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, úgyhogy szeretném megköszönni Kisterekváros önkormányzatának,
és külön kiemelném a legfőbb támogatónkat, az Onyx Pub és Kávézót, akik egész végig, az egész tábor ideje alatt készséggel álltak rendelkezésünkre, és bármilyen problémánk volt, a megoldásban segítettek nekünk. Te első alkalommal veszel részt ezen a táboron, hogy érzed magad? Jól. Milyen programokat csináltatok a héten? Dárcoztunk, játszottunk, beszélgettünk, ilyesmi. Miért is érkeztél ebbe a táborba? Hát, mert szeretek dárcozni. Akkor otthon is szoktál dárcozni? Hát, néha igen. És hogy érezted magad? Jól. És voltál ebben a táborban, annó miért is érkeztél ide? Hát mert új volt a tábor és jónak tűnt. Akkor itt ismerkedtél meg magával a dárccal, vagy már régebben is dárcoztál? Itt ismerkedtem meg. Miket csináltatok a héten? Hát voltunk Balázsján fagyizni, ugye sokat dárcoztunk, meg volt egy kis házi verseny is, úgyhogy jó volt. Mi volt a kedvenced? Hát a fagyizás. Hogyan sikerült a házi verseny? Nekem, én kiestem, de amúgy jól. Magad is, hogyha lesz még a jövőben ilyen tábor, akkor szívesen jössz, gondolom. Persze. Te is már második alkalommal térsz vissza a táborban. Miért is érkeztél annó? Mi tetszett meg ebben? Hát én nekem az a dárcozás nagyon tetszett, mert én megkedveltem, és ezért jöttem vissza. És én azóta is üzem ezt a sportot, vagy a hobbit inkább. Otthon szoktál akkor dárcozni? Igen. Miket csináltatok a héten? Mi volt a kedvenc programod? Hát versenyeztünk, és abból én másodiknak jöttem ki. És én annak nagyon örültem, és meg voltunk az uszodába, voltunk biciklizni, elmentünk Balázsára biciklizni, ott fagyiztunk, visszajöttünk, dárcoztunk, nekem ez nagyon tetszett. Ahogy látom, te egyedül a lányként veszel részt ebben a táborban, miért is pont úgy döntöttél, hogy a dárc táborba jössz? Hát na, én is szeretek dárcozni, meg a tesóm miatt. Akkor már régebb óta is dárcozol, ugye tesóddal? Igen. Mi volt a kedvenc programod a héten? Nekem minden. Miért is szeretsz dárcozni egyébként? Hát, mert például néhányszor beletalálok a bullba, meg beletalálok a tripla húszba, ennyi. Okay.